jön az álmos. Jön az álmos, és akkor a mai első résztvevünk, sokatok kedvence, Kicsi Papa. Jó reggelt! Na hát ő! Közben itt van egy szösz a körmödben. Igen, majd hátsó körmöt is kell várni, úgy látom. Ő a 7,5 éves öreg fiú, Kicsi Papa. Látjátok, most is álmos egyébként. Aludt szerintem. Mint a bunda. Nézzétek azt a pocakot. Azért van pocak. Van tekintély. Álmos a Kicsi Papa. Igen. Álmos. Szép helyen voltatok, igen, sok idő. Igen, köszönöm egyébként. Jó volt. Minkad? Kocsom, mondtam. Na, adok egy kis pasztát körül, csak így ki is folyt az ágyra a paszta. Úgyhogy látjátok, ő azért már így álmoskás kisöreg, de egyébként jól érzi magát, köszöni szépen mindenkinek a sok-sok puszit, amit szoktatok küldeni. Ő azért úgy nem rohangál, tehát nem az a, nem tudom, perpétum mobile. Ő úgy el van, bele is alszik sokszor a doboz kapargatásba. Ő már azért ilyen megfontolt kisöreg. Látod, hányan köszönnek neked, kicsi? Látod, ikon. Úgyhogy látjátok, ő, hogy már ilyen idős, már nem is olyan gyorsan nő vissza a farkára a szőr. Dolgozunk rajta, hogy visszanőjön, hát majd meglátjuk, hogy visszanőjön. Ogan. Jaj, az a maki nagyon fej, milyen aranyos. Ogan. Nálad is már körönvágás lesz lassan. Én nem tudom, egyébként 7,5 éves nagyfiú, öreg fiú a kicsi, és nézzétek meg, milyen gyorsan nő a körme. Most volt nem régen körönvágás, és már megint milyen nagy. Nézzétek azt a tepsi mancsot, milyen aranyos. Okay. Édes. Édes vagy, kicsi, hallottad? Édes vagy. Egyébként most így elsimogatnám, így a kezembe vissza is aludna. Elaludna a kezemben. Póker arc. Az a maki majom feje. Olyan aranyos feje van. Ezt a fülvakargatást, ezt mindenki szereti. Na, egyél egy kis pasztát még, kicsi. Kis szűrődót. Fogd meg. Ez aranyos maki majom feje van egyébként. Imádom azt a maki majom fejet. Úgyhogy ő csokoládés színű. Ő... Nem is tudom, hogy hívják ezt. Homokszín, vagy nem is tudom, mi a... Sötét homokszín, vagy valami ilyesmi a hivatalos neve. De egyébként csokoládé, csoki. Csoki a kislány, vagy nagylány. Ő inkább olyan vöröses volt. Ő barnásabb, nem sötétkés, inkább csoki, a lány, ő meg ilyen vörös, igen, ő ilyen vöröske volt. Bele fog aludni egyébként a pasztába. Látszik, mennyire szeret, gyönyörű kicsi. Hát nálunk mindenki boldogságban él, igaz? Kocsa. Igaz. Ugye belealszik, nézzétek meg a pasztára. Úgyhogy étvágya az van, hál' Istennek. Az a lényeg, hogy legyen étvágya a kicsi micsinek. Fogd meg a pasztát, nincs csak. Fogd meg. Ogy. Fogd meg. Nagyon jó, a kedve is jó egyébként. Szépen tényleg tesz-vesz. Hát az már egy másik dolog, hogy belealszik, meg úgy szépen lassan csinálja. Igen. Szépen lassan csinálja, nem olyan izgágál, mint a gyerekek. De azért hál' Istennek még jól vagyunk. Puszilgass már meg helyettem. Jó, átadom. Hány puszit szeretnél adni neki? Közben lássatok. Fogd meg a pasztát. Úgy. Jajaj. Csúszol, kicsi. Csúszol.
Így. Így most fogjad. Így. Hány puszit adjak? Mennyit adjak? Úgy, fog meg. Úgy, tiéd, úgy. A kicsi, mici, mici. Hány éves? 7,5 november 23-án volt 7. Most azt mondja, hogy mi, hogy van november. December, január, február, március. 4. 7 éves, 4 hónapos. Igen, persze látszik, mindegyik göri boldogságban, szeretetben élnek. Viszont. Milyen aranyos maki majom feje van egyébként. Láttátok volna kiskorában, amikor hozzánk került 10 hónaposan. Eszméletlenül dagi volt. Matek 1-es köz. Mikor hozzánk került 10 hónaposan, én nem is tudom hány deka volt, hány kiló. Ilyen másfél, hát lehet, hogy több, 1600-1700 gram körül volt. Eszméletlenül dagi volt a kicsi. De aztán látjátok, nálunk nincsenek dagi körények, mert ugye szaladgálás van, meg mozgás van, tehát így általában úgy kerülnek hozzánk a görikék, hogy se mászni nem tudnak, se nem tudom, így semmit nem tudnak, tényleg így nincs izomzatuk, ilyen mászó izomzatuk, és nálunk azért elég rendesen megtanulnak mindent, tényleg. Tényleg így igénybe van véve a kis testük, úgyhogy a kicsi is elég hamar aztán szépen szálkásodott. Mit eszik? Ez egy szőroldó paszta. Macska, adom, nem veszem el, mert nem akarja, hogy elvegyem. Szőroldó paszta macskáknak van ilyen, azt hiszem ez maláta alapú, ilyen. Hát én megkóstoltam, elég fura íze van, de ők imádják, hipnotizálja őket egyébként. Látod, nem is engedi, hogy kivegyem a kezéből, annyira nagyon szeretik. Ha megyünk állatorvoshoz, akkor is ezt szoktam vinni. Van ennek egy vitamin, multivitamin változata is. Ezt szoktam vinni, és akkor amíg nyomom a szájukba ezt a pasztát, addig tényleg hagyják, hogy az állatorvos átvizsgálja őket. És akkor könnyebb, mint hogyha grabanc fogásba vagy ilyesmibe fognám őket. Ez a maki majom fel. Most így reggelig elnyalogatnám. Csak nagy neked ez a paszta. Csak nem tudlak fogni, kicsi. Nem tudlak megfogni, olyan nagy ez a paszta. Na, úgyhogy ő a legidősebb fiú. Köcsög papa. Igen. Finom. Kicsi papa. Rövid szőrűm, csokoládés színű. Látjátok, már vissza is aludna simán. Itt simogatnám. Simogatnám, akkor vissza aludna, gyönyörűen. Simán visszaadom egyébként. Úgyhogy ő már elég sokat alszik egy nap, nincs olyan sokat fenn. Azért nem látjátok egyébként sokszor az oldalon sem, mert van, hogy olyan mélyen alszik, hogy egyszerűen nem tudom felébreszteni. Egyszerűen nem kell fel. Jó, van, menjél vissza. Menjél alukálni, kicsi. Sziasztok! Kicsi voltam. Puszi mindenkinek. Igen. Húj, de álmos valaki. Jó. Kicsi, hogy na, van velük, ő is azért már lassan, és azért jön a jó idő. Kicsi papa, na, úgyhogy ő volt a antiszoci kicsi papa, úgyhogy hát ezért nem látjátok őt ilyen sokat, mert egyszer mondom, így játszanak a gyerekek, és akkor venném őt is ki, hogy akkor gyerek kicsi dobozoljunk
vagy nem tudom, mit csináljunk, egy kicsit játsszál, és nem, egyszerűen nem ébred fel. Tehát olyan mélyen alszik, hogy hát mondom, jó van akkor, akkor inkább aludjál, nem keltelek fel, vagy ha sikerül is felébreszteni, akkor így, hát tesz egy kört a teraszon, így talál magának egy dobozt, vagy tényleg az almosrákot, azt nagyon szereti, akkor ő így azt így elkapargatja, így szépen komótosan magának valóan, és akkor ő rendszeresen ebbe bele is alszik, úgyhogy úgy szokott lenni, hogy vagy még ugye a fekvőkét, amit kiveszek, hogy viszek mosni, akkor azt ő megkapargatja, és abba alszik bele, tehát akkor vagy dobozzal, vagy fekvőkével együtt így beszoktam rakni a kethez, vagy akkor aludjál, papa, nem ébresztelek fel, alukáljál, mert hát öregszenek sajnos, ez van, hát mindenki felett eljár az idő, szépen lassan, ez ilyen. Nagyon jó az élő adás, örülök, de még csak az elején járunk. Na, első kérdés mindenkitől, láttatok-e már angórát? Ki ez a szexi popi? Ki ez a szexi popi? Ki látott már angórát? Ön kis tündér. Ja, most érzi egyébként a kicsit rajtam. Ön kis tündér, hercegöm, nekem nézitek meg, be se jött, mánya lakszik. Igen. Na, azért élénkebb, látjátok? Élénkebb. Igen, érzi a kicsit, érzi. Itt volt a kicsi papa. Őzzétek meg, milyen dús szőre van. Nézzétek. Ilyen egy angóra. Hát ez hány centi ez a szőr? Alaphangon 10 centi. Igen, kicsi szívem. És Bambikának akkora szíve van. Ha tudnátok, hogy milyen szerető kis állat ez a Bambika. Reggel, mikor kimegyek. Oh. Nem még, most látsz egyébként, Miki itt van. Mikor reggel kimegyek, úgy képzeljétek el, ugye Bambika már fent van, mert ugye ő nem alszik. Kimegyek, és a nyakamba ugrik ez a kislány, és szana szétnyalogat. Köszönt. Nincs itt a kicsi, ne keresd, nincs itt. Ne keresd. Baszta. Úgyhogy ez a paszta is egyébként ő miatta van kiukaszgatva, órán száján folyik. Szia Bambam, látod, köszönnek neked egy csomót. Órán száján folyik a pasztának, vagy a tubusnak a tubusból a paszta, mert Bambika az nem elég, hogy ide tartom, nyomni kell neki folyamatosan, mert ha nem jön, akkor ő nekiáll és harapja és lyukasztja, mert neki kell. Kis hajas babám nekem. Igen. Nézzétek, hogy fogja. Úgyhogy, hát igen, ennyivel élénkebb. Azért 2 éves. Ő még azért igen csak fiatal kislány. Élénk. Nagy lány. Nézzétek, milyen kakaró. Imádom ezt a szőrt itt neki. Ezt itt. Bambikám, jön a paszta, ne tépjed szívem. Úgyhogy Bambikának a színe, popóka, azaz, azt hiszem ő a bézs, vagy hát lehet, hogy tévedek, de ő is egyébként világos homokszín, szóval jó étvágyat, Bambika, köszönjük. Tehát ez ilyen ultimate szín meghatározás a görikéknél, hogy homokszín aztán világos, vagy sötét, vagy stb. Úgyhogy Bambikának is ilyen vadas mintázata van. Mit csinálsz ebből a pasztával? Nem jön. Igen. Tötöd. Kicsi szülőmnek. Kakadom nekem. Gyönyörűség ez a Bambam. Gyönyörű szép szőre van, úgyhogy majd, hogyha elkezd vedleni, majd érdekes lesz. Érdekes lesz. Azért ez komoly kis szőrzet. Ugye neki nincsen ajszőre, mint a rövid szőrűeknél, nincs az alsó kis pihe. Neki csak idézőjelben ez a hosszú szőre van. Emberes lesz.
Láttál már angóra állatot egyébként? Játékos angóra. Igen, szívem. Nézd meg az a szőr. Igen, drágám, igen. Ókan kicsi szőr. Nagy, kis szőrös popi. Bolyhos popi, ahogy hívjátok. Ó, bolyhos popi. Igen. Igen. Igen, szívem. Igen. Gyönyörű cuki. Látod, mennyien szeretnek Bambikán? Látod? Neki is van azért has, rendesen. Csak. Igen. Igen. Bambika egyébként nagyon-nagyon nyugodt. Nagyon sokáig el van kézben. Nagyon szereti. Így, hogyha babusgatják. Tényleg ő azért angóra, tehát ő nyugisabb. Mondtam, hogy az angórák azért nyugisabbak, birkábbak. Bambika is végtelenül türelmes egyébként. Nagyon-nagyon jó természete van. Igen. Ott is. Ott, mindenhol. Tökön. Milyen szőre van. Szög szőröd van, szívem. Igen. Ó, de már Bambika is vedik. Elkezdődött. Mi az? Nincs itt a kicsi. Nincs itt, ne keresd. Csak a szagát érzed. Igen, drágám. Ókan. Igen, drágám. Igen. 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 Abban. Úr a szőröd. Nekem volt angóra macskám, neki is ilyen nagy szőre volt. Imádnivalóak. Ja. És egyébként én igazából nem kifejezetten a szőrük miatt imádom az angórákat. Nagyon cukik amúgy, főleg így télen, azt is szeretem. De én a kis agyuk, a kis tulajdonságuk miatt szeretem az angórákat. A kis birkaságuk, hogy teljesen más kategória, mint a normál görények. Tényleg Bambika is akkora arc, tényleg életemben nem találkoztam még ilyen állattal is, hogy ekkora nagy szíve van, hát az meg főleg. Lehet tévedek, de az angóráról valami Indiában élő jufaj jut eszembe. Hát nem tudom, az angóra egyébként, tudod, ez a szőr típus, ez a hosszú szőrű. Van egyébként nyusziban is, macskában is, de jaja, mint hogyha ilyen haszonállatban is lenne angóra. Mikor kivennek van? Tépjed van ebben. Nem jön. Nem jön belőle. Miért nem jön belőle? Miért nem jön? Bombikám szívem, hát miért nem jön belőle? Nem jön belőle. Úgy, húszad, tépjed, úgy. Hát nem jön belőle. Vedlés van. Vedlés elkezdődött. Úgyhogy nem, nincs egy hét szünetem sem. Folytatódik. Nagyon jó. Azért, hogy gondoljatok bele, hogy azért Süsüke is durva volt. Mert ő is elég rendesen ledobta. De Bambikánál azért durvább egy vedlés, meg azért neki is megterhelőbb, úgyhogy egyed a szőroldó pasztát, szívem. Hogy tépkedi, hogy nem jön. Milyen ízű az a paszta, egyen meg, aranyosak vagytok. Köszi. Én megkóstoltam. Hát nem nekünk van gyártva, úgyhogy logikus, hogy nekem nem ízlik. Nekik nagyon-nagyon-nagyon ízlik. Egy picit ilyen savanykás, fura. Mit csinálsz, kicsi? Nem, ennyire nem jön belőle. Fura íze van. Őket hipnotizálja, tehát ez ilyen Jolly Joker náluk. Akárhova mész, ilyen pasztát kell vinni, mert hogyha ezt így adod nekik, akkor közben azt lehet velük csinálni, amit akarnak. Kézhez szoktatásnál is így mindenféle ilyen
kétes szituációnál ezt szoktuk használni, ezeket a, vagy a szűroldót, vagy a vitamin változatát ennek a pasztának. Fürdetni szoktad, lehet hülye kérdés, bocsi. Nem, a vadászgörikéknek nagyon-nagyon érzékeny a bőrük. Tehát hamar kiszárad. Ezért nem szoktuk őket fürdetni, csak hogyha annyira nagyon koszosak, vagy valami olyan dolog van rajtuk. Egyébként havonta max egyszer is, csak ilyen nagyon kímélő samponnal, vagy direkt nekik készült kímélő samponnal. Egyébként nem szoktuk őket fürdetni, de biztos szoktad látni, hogy nyakik sárosak, nagyon földesek, vagy akármi, de egy-két perc múlva már gyönyörű szép tiszták. Tehát ők amúgy is törekednek a tisztaságra, de nagyon ügyesen meg is tisztogatják magukat. Ildi, lemaradtál? Szia, Ildi! De mákod van, még a kedvenc kispasid nem volt. Szia, Ildi! Úgyhogy még pont időben jöttél, Süsükéről még nem késtél le. Most ott van Bambika. Kicsi már volt. Miért téped azt a pasztát? Úgy, nem jön belőle, most mondd meg! Most mondd meg, hogy nem jön. Igen, drágám. Csúnya paszta. Csúnya tubus. Most miért nem jön belőle? Hát mondd meg, hogy nem jön. Én is szívem nekem. Igen, drágám. Igen. Én szörmókom nekem. Na, úgyhogy jó, hogy megvettem a szösztelenítő henget. Majd ki is próbálom. Na. Jó, van szívem. Ő volt Bambika! Köszönjetek el tőle! Szia Bambika! Jó éjszakát! Igen szívem! Igen drágám! Igen! Jó éjszakát mindenkinek! Bambika voltam! Puszi! Jó van drágám! Szőr! Mindenhol szőr! Igen, de cukik, mintha fürödtek volna. Nagyon gyönyörűen rendbe tudják egymást magukat is, meg egymást is egyébként. Tehát ők egyébként törekednek a tisztaságra. Mindazok ellenére, hogy sokszor nem ezt látjuk, vagy sokszor össze-vissza kakkantanak, de egyébként szeretik a tisztaságot és törekednek is rá. Tehát így Süsüke például eszméletlenül pedáns kis állat. Érdekes, hogy ő kisfiú, mégis gyönyörű, szép, tiszta. Tényleg ő odafigyel, rendezett. Képzeljétek el, biztos meséltem nektek, hogy Bambika szereti dobálni a tálkát, a kajástálkát. Pakolgatja, dobálja, ide dobja, bedobja az almosba. És képzeljétek el, a múltkor Süsüke megelégelte, megfogta a tálkát és visszarakta a párkányra. Bam! Ennek itt a helye. Megmondtam már 5 milliárdszor, hogy nem dobáljuk a tálkát. Nem vagyunk mi állatok, hogy a földön együnk, mi a párkányon eszünk. És visszarakta. Visszarakta Süsüke a párkányra a kaját. Vagy a tálkát. Ilyen rendezett a Süsüke egyébként. Na, Süsükéről nem lett volna jó lemaradni, igaz, Ildi? Igaz? Na? Felkészültél, Ildi? Felkészültél? Jaj, de már nagyon mehetnékje van. Itt a Süsü! Igen, kicsi szívem! Nézd meg, mennyien néznek! Én gyönyörűm nekem! Olyan szép vagy! Szép vagy! Látjátok, hogy leved lett? Már szinte alig van szőre. Jaj, itt a paszta, csak tudjátok, Süsüke nagyon-nagyon... Mit keresel ott, szívem? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgálga a Süsüke, tehát szerintem még a pasztával sem fogom tudni lefoglalni. Süsüke ugye a főnök, ő az alfahím, a falka vezér, neki megállás nélkül dolga van. Tehát olyan nincs, hogy Süsüke itt van és Süsüke, hanem Süsükének dolga van. Nézzétek, milyen aranyos. Hogy lehet ilyen gyönyörűt teremteni? Én nem tudom, minden nap azt nézeketem a Süsükén. Hogy tud ilyen gyönyörű lenni? Hogy tud ilyen szép lenni egy állat? Én nem tudom. És nem angóra, hanem rövid szűrű.
Egy ilyen szívem. Úgy ügyes van. Igen. És egyébként látjátok, mennyivel kisebb, tehát ő ilyen 900 gram körül van, ilyen 800, na mondom, hogy dolga van a tyükjének, mondom. Tehát ő ilyen 8-900 gram, Bambika meg ilyen 1001 körül van, tehát sokkal nagyobb, neki most dolga van. Tyükjének dolga van, szívem, de mutasd már meg magad, nem mutatod meg magad, szívem. Így egy kicsit a pupidat meg akar neki, baj, nem. Sürgős dolga van, sisükének sürgős dolga van. Nem ér rá, egyszerűen úgy be van táblázva ez a kisfiú, hogy nem ér rá, nem jut a dolgai végére, nem jut, hát egyszerűen annyi dolog van, ne pasztázzunk már. És, ja igen, és azt akartam, hogy mennyivel kisebb is, mégis ő a főnök. Na, kicsit jön nekem, mutasd már meg magad, mutasd meg kicsi szívem, és nem, neki dolga van, de hogy mi, azt nem tudom, de dolga van. Jó étvágyat, sisüke, köszönjük! Most itt van a derekamnál, és szagolgatja a kanapét. Sok az elintézni való, bezony. Gyütyüke fél éve be van táblázva, előre. Úgyhogy most a szagos repkendőt szagolgatja. Igen, szívem. De nem lehet, hát itt nem lehet megállni egy helyben és csak lenni. Hát, hogy gondolok ilyet? Mondjad, szívem. Papírsepi. Úgy. Nézd, megszívom a papírsepi. Igen, ez se érdekel. Ennyi volt. Iszol a bőgrémből, szívem? Iszol egy kis vizet? Iszik. Úgy. Így áll. Nem kezdtem. Jaj, de sok dolgod van, Istenem, hogy... Hát elképzelhetetlen, hogy milyen elfoglalt ez a kis jószág. Most kizsebelsz, igen. Igen, most alám kell nézni, mert ugye nagyon fontos, hogy mi van alattam. Igaz. Nem, puszit se adjál, anya, puszit se, nem érünk rá. Hagyjál békén. Most hova tartkoztál? Leszeded. Hopp. Gyütyük, az megy. Gyere szívem, egyél már végre egy kis pasztát. Egyél egy kis pasztát, nem? Sisű nem eszik pasztát, nem? Hát ő egyébként akkora méltóság, hogy hát ő le se ereszkedik ide, tehát most azt hogy gondoljuk, hogy ő itt most megáll? Gyütyüke szívem. Jaj, Ildi, bocs, egyszerűen nem tudom neked lefogni ezt a kisfiút. Hát nem, egyszerűen nem tud benne gyönyörködni. Ez a kisfiú nem áll meg, pedig voltak ma kint, elég sokat is, nem? Nem, neki dolga van. Igen, szívem, egyed a pasztát, egyed, drágám, egyed, hogy? Dolg van, hát egyszerűen én nem is tudom. Hát sisükének annyi, de annyi dolga van. Nem ereszkedik le így a mi szintünkre, hát neki menni kell. Elviszed a sisüket. Nem, egyszerűen nem. Gyütyüke? Igen, olyan, mint egy csintalan gyerek. Hát egyébként ő a falka vezér is, menni kell, szét kell nézni. Sziasztok, sisi voltam, puszi mindenkinek, izgága vagyok. Nem lehet vele bírni, kemény, teszek-veszek, intézkedek, pontosan. Na, hát ő csak a szőrét meg a szagát. Ez hagyja itt, szóval. Meg egy csomó pasztát befalt, úgyhogy na. Elnézést. Anya, most sok az elintézni való. Menni kell, dolgom van. Nem, hát figyeljetek, ő akkora méltóság, akkora tekintély, hogy ő nem fog itt nekünk most leállni, hogy én vagyok, sisüke, gyertek. Nézzétek meg videón. Imádtam, ahogy makogtak. Ugye milyen cukorfalat volt, és sisüke, mint egy gorilla, úgy mondja a szöveget. Istenem, milyen édes az a sisüke. És tudjátok, hogy minek? Minek mondták a szöveget is? Mitől voltak ennyire feldobódva? Az, hogy fel volt mosva a terasz, és nem vártuk meg, hogy teljesen felszáradjon, hanem még nedves volt a kő, biztos láttátok a videón. És hát egyszerűen olyan extázisba kerültek, csak egy sima vizes kőtől, hogy
megállás nélkül Bambika is és Süsüke is megállás nélkül mondták a szöveget, motyogtak, és ezt mondom, hogy egyszerűen olyan szinten dobja fel az ember ez, hogy tényleg, ha kiviszek egy dobozt, vagy egy bubis fóliát, vagy amit sikerül így összeszedegetni, vagy amikor kapnak tényleg ajándékot, vagy valamit, olyan szinten vannak feldobódva, hogy tényleg melengeti az ember szívét, hogy ilyen boldog állatok vannak is. És jó érzés tényleg, hogy ezt látod rajtuk, hogy tényleg jól élnek. Semmire nincsen gondjuk. Úgyhogy tényleg csak ez a lényeg, hogy ők érezzék jól magukat, aztán hát minden más, másodlagos. Én kis szívem nekem. Na, úgyhogy ez volt a Süsüke. Hát remélem azért valamennyire megnéztétek. Érdekes, ennyire nem volt még izgága, eddig bírta, de... Dolga van. Szerintem egyébként érezte a kicsi szagát is rajtam, vagy nem tudom. Hát na, hát jön a jó idő. Tennivaló van. Hogy szeretnek takarítani és segíteni? Mindent, bár kétszer olyan hosszú ideig tart minden velük, mert ugye inkább láb alatt vannak, meg ugrálgatnak a rongyokra, meg a lapátra, meg ilyenek, de nem baj, élvezik is, én is élvezem tényleg. Úgyhogy nagyon jó egyébként velük csinálni. Mindent, amit csak lehet egyébként, azt együtt csinálunk, ami persze úgy veszélyes rájuk, azt nem. Olyankor azért bent vannak a kertészben, hogy legyenek biztonságban, de azért tényleg amit csak lehet, régen amikor volt kert, akkor a kertben is odakint is mindent, tehát így rengeteget ültettünk, meg locsoltunk, meg mindenfélét csináltunk, gazoltunk, nagyon-nagyon szeretnek mindent. Hát az meg majd egy külön szenzáció lesz, amikor majd kimehetnek a kertbe, és majd Süsüke hogy fog örülni. Biztos, hogy ott is be fogják hangosan makogni az egész kertet. Nagyon-nagyon jó lesz, már nagyon várom. Majd egyszer. Mi van most a kerttel? Igen, lemaradtál, Ildi. A kert az kérem szépen egy második világháborús csata jelenet szebben néz ki, mint a kert. Úgyhogy a kert az most kert, kész. Az el van magának most. Kivágtunk, képzeld el, nem tudom, emlékszel-e, ott volt bal oldalt egy hosszú tujasor, abból most csak egy darab tuja maradt. Kivágtuk őket, mert sajnos eddig is elég rossz állapotban voltak már, de most a tavalyi szárassággal teljesen tönkrementek. Úgyhogy muszáj voltunk kivágni. Úgyhogy most nagyon furcsa átlátni a szomszédhoz a kerítés felett. Teljesen, mintha másik helyen laknánk kajakra. Így majd fognak oda fák kerülni, egy kicsit úgy átgondoljuk az egész kertnek a kinézetét, meg az elrendezését. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Az meg már egy másik kérdés, hogy fog összejönni. A fal az teljesen másmilyen lesz. Már megvan a szigetelés, és le is van kenve. Aztán, hát ugye majd jön még a kerítésfal, megcsináljuk majd a kerítést is, ugye, amit szét kellett vágni a szigetelés miatt. Hát aztán valószínűleg a magasított virágágyás is majd átrendeződik. Majd az is, nem tudom, hogy fog összejönni. Hát nem tudom, Ildi, nincs most kert, tehát az a baj, hogy még úgy valamennyire ki is lehetne menni, ha valamennyire elpakolnánk, bár nem lehet, mert ugye muszáj a munkálatok miatt szana szétpakolni, de ugye a kert, vagy a kerítés hiányos, tehát így szabadon most nem, semmiféleképpen nem engedném ki őket. Hámon már voltunk kint egy párszor, de hát ugye szaladnának be a bokor alá, meg be a csőbe, meg minden, ugye megszokták, hogy ők odakint szabadok. Úgyhogy igen, a kérdésed, nem tudom, Ildi, mikor fogunk kimenni. Szerintem idén nem végzünk még, ősszel talán befejezzük, ha befejezzük. Úgyhogy szerintem majd jövő nyáron lesz megint olyan, hogy kiszaladgálunk szabadon. Igen, jövő nyár. Hát ha majd így rendeződik a helyzet,
kicsit már lakhatóbb lesz a kert mondjuk ősszel, akkor majd hámon lehet, hogy fogunk kimenni egy párszor, hogy Süsüke azért nyugodjon meg a kis szívem, mert mindig olyanokat sóhajtott az ajtóban, hogy ő szeretne kimenni. De ugye nem akarom, hogy a kerítésen kimenjenek. Bár mondjuk ezen a részen nem nagyon szoktak járni, érdekes, mindig inkább tudjátok, itt a kisháznál voltak, meg a Göri városnál, ott a bokor alatt, de nem akarok kockáztatni. Úgyhogy ja, ez most ilyen kert nélkül lesz, muszáj lesz, de nem baj, mert tökéletesen el vannak a teraszon, tehát majd most is, ahogy majd melegszik az idő, majd hozunk be nekik vizet, meg ugye majd a növények kikerülnek a kertbe, de azért marad egy pár föld, ne izguljatok, nem maradnak föld nélkül. Meg majd a növények helyére is fogok tenni majd még újabb dobozrendszereket. Tudjátok, szoktam mindenféle dobozjáratokat készíteni, úgyhogy hát el leszünk addig a teraszon, muszáj lesz, nincs más megoldás. Igen, mekkora élmény lesz majd, ha megint kimehetnek, főleg Süsüknek. Ne is mondd. Süsüküm nagyon-nagyon-nagyon szereti a kertet. Amúgy a hintágy, amikor alszanak mindketten, elájulok olyan cukikkel. Igen, Süsüke az hintaágy függő, tényleg mondtam, hogy amióta kint vannak, ők tavaly április óta nem lehet onnan kirobbantani. Most viszont képzeljétek el, láttátok azt a képet, az alvós képet, ahogy Bambika feküdt a szürke, szőrös fekülkében, és ott gondolkoztam minden nap, amikor mentem ki, ott puszilgattam Bambikát, ahogy feküdt meg, ugye mindig oda ment vissza, hiába volt azon kívül, vagy három fekvőke is, meg a hintágy, és akkor így puszilgattam meg minden is, hát már szaga volt a fekvőkének, és nálunk ilyen nincs, tehát ilyen 2-3 naponta én mindig cserélem a berendezést, meg a fekvőkéket is mosom, és tényleg ott agyaltam, hogy én nem tudom, mi lesz, most már ki kéne szedni azt a fekvőkét, mert most már összegyógyul Bambikával, vagy nem tudom. Na, aztán most tegnap csak kiszedtem alóluk, kimostam. Hát voltak nézések, hogy hát hol a fekvőke, és ugye kapott most egy másik ilyen kis bunkert Süsüke, egy kéket, ugyanolyan, mint a szürke kis kuckója, most kapott egy kéket, és ugye volt nézés, hogy hát se fekvőke, se rongyok, semmi, hát mi van itt? Úgyhogy agyalgattam, hogy merjem-e kivenni, de csak kivettem, mert mondom, most már szaga van. Úgyhogy most reggel visszakapták, most Bambika megint azóta ott alszik abban a szürke fekvőkében. Úgyhogy vannak ilyen megszokások és problémák. Úgyhogy még jó, hogy van, nem tudom, vagy 6 fekvőke, de csak ez tetszik. Kemény egyébként ezek a megszokások. Szoktam látni kis drága, hogy mennek ki. Igen, ott az ajtóban mindig hisztikél, befekszik ilyen árva görényben, és akkor ott néz rám, hogy hát hogy lehetek ilyen szívtelen és önző, hogy nem engedem ki a kertbe, mikor ott van a nagy kert, meg itt van egy cuki kis szőrös görényke, és nem engedem ki. Hát nem, sajnos, még most nem. De majd megyünk ki. Mennyire él bennük a vadászösztön, például kint a szabadban, ahol látják a madarakat, vagy más állatkákat? Él egyébként, tehát ők ragadozók, és mindenféle nemű ilyen mozgó állatot, ami náluk kisebb. Hát mondjuk nem feltétlenül kisebb, mert ugye a vadnyúl az náluk nagyobb, azt is megeszik. De ami kisebb, azt mindent befalnak. Tehát úgy képzeljétek el, hogy Süsükénél jobb légyvadász nincs a világon. Képzeljétek el, állunk a teraszajtónál, így nézünk ki az ajtónak az üvegén, mondom, nézd meg Süsüke, ott a kert. Erre képzeljétek el, egy légy elkezd zizegni az üvegablakon, Süsüke fogja, lekapja az ablakról, megette a legyet. Komolyan mondom, hogy Süsükét mindenkihez rendszerezni kéne,
légyfogónak. Nincsen nála jobb légyfogó. Én nem is tudom, kb. Két darab képkockát fogtam fel az egész jelenetből, pedig Sisüke megnézte, levadászta, bekapta, megrágta, lenyelte, én kb. Kettő darab képkockát láttam ebből, eszméletlen a Sisüke. Volt olyan, hogy volt egy molylepke, még itt ez a teraszajtó, ez még jó volt, majd egyébként ezt is megcsináltatjuk majd nem sokára, úgyhogy majd itt is lesz majd hisztikélés. Szóval itt ezen az üvegajtón is járkált egy molylepke, én így lecsaptam, molylepke leesett, Sisüke pont a lábamnál volt, Sisüke bekapta, kész, nem volt. Tehát mindent megesznek egyébként, most például a poloskákat vadázták. Régebben Babcika nagyon szerette a csupasz csigákat, az nem a legjobb nekik, arra úgy oda kellett figyelgetni, hogy ne egyék meg, mert a csupasz csigák meg a csigák, nem tudom mennyire tudjátok, de ők köztes állatoknak számítanak, tehát ők hordozzák magukban a mindenféle szív- és tüdőférgeket, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy ne egyék meg ezeket az állatokat, de attól függetlenül Babcikának nagyon-nagyon kellett volna, Sisüke nem eszi meg ő, én nem tudom, nagyon okos állatka, ő csak pofozgatja, csamcsog, van a száján az a nyálka, de nem eszi meg, hál' Istennek. És ami a legdurvább, képzeljétek el, még tavaly, amikor voltunk kint a kertben, akkor egy rigó szállt volna le a tujáról ide a magnóliára. Bambika ezt kifigyelte. Eszméletlenül gyorsan észrevette, felfogta a szitut, mint akit puskából lőttek ki szalat, és képzeljétek el, hogy egy méterre felugrott a levegőbe, persze nem sikerült elkapni a rigót, mert a rigó azt hamarabb észrevette, de utána ugrott a rigónak is, hogyha ő azt elkapta volna, akkor biztos, hogy meg is eszi. Szóval azért ilyen szinten él bennük a vadászösztön, de hát kis tányérba lesznek, szóval ha nem a kellő méretűre vágom össze a húst, akkor nem eszik meg, szóval... Azért gondolom, ha belezni kéne, vagy tollazni, vagy ilyesmi, lehet, hogy már nem kellene annyira. De azért ez a levadászás, vagy valamilyen szinten ez a játék, ez megvan bennük. Tehát ami kint él és mozog, azt ők megennék egyébként szerintem. Hú, na, lemaradtam. Igen, kell váltás, fekvők a hinta ágyba. Van egyébként, Ildi, úgy képzeld el, de mindenből van egy darab kedvenc. Tehát olyan nincs. Nincs, hogy elviszem kimosni, és akkor ők azzal megelégszenek. Hanem mindenből van egy kedvenc, és bizony hisztike van. Hisztike van, amikor nem kapják vissza, úgyhogy nagyon gyorsan kell nekem itt a radiátoron, meg minden, hogy itt praktikázni, trükközni, szállítani, hogy megszáradjon a fekvőke, és visszarakni alájuk, mert addig ők bizony nem nyugodtak. Most írtam egyébként Rékának, kellene még egy ilyen hintáj, mert már eléggé el van kopva, de nem sikerült még, tudod, Ildi, nem válaszolt még Réka, úgyhogy most még nincsen váltás hintaágy. Majd valamikor lesz, reméljük. Imádom őket, nagyon jó helyen vannak mellette, mert folyamatosan foglalkozol velük, látszik, mert nagyon okosak és játékosak. Foglalják magukat, feltalálják magukat, nincs semmi gond, nem sírnak a virágok sem. A virágok azok nem sírnak, hál' Istennek, tehát. A legjobb dolgok a virágoknak nálunk vannak. A legboldogabb növénykék is nálunk vannak, hál' Istennek. Négy ilyen gondos mancs. Tényleg, semmi probléma. Ismerős náluk sem, mindegy, hogy melyik cucc van bent nekik. Látod, Ildi? Nem mindegy. És egyébként egy csomószor van most, hogy itt tél volt, vagy melegebb, hidegebbek voltak. És hát én is szeretem ezeket a plüss cuccokat, ezeket a vastag szőrös pulcsikat. Most ott tartunk, hogy nekem nincs. Nekik van vagy 5 vagy 6. Nekem egy darab sincs, mindegyik ott van bent alattuk, mert leszedik rólam, mert megkívánják, mert belemásznak, kész. És az kell nekik, és ők onnantól kezdve azon fekszenek, mert
ne rajtam legyen, hanem rajtuk, mert nekik jobban kell. Vegyek magamnak másikat, vagy amit akarok. Nagyon-nagyon cukik. Csak hát nincs már egy púcsim se, úgyhogy most így nagyon a hidegben nem megyek ki, mert szétfagyok, de legalább ők kényelmesen vannak. Egyem a kis szívüket. Ennyi. De most már legalább jön a jó idő. Nem fázok meg, úgyhogy most már boldogság van. Egyébként nagyon szeretem ezeket a fekvőkéket, amik alattuk vannak. Nagyon jól bírják a mosást, úgyhogy most majd még fogok venni egy párat, ilyen szőröset. Mondjuk nyáron nem tudom, hogy mennyire fognak feküdni a szőrösben, de úgy emlékszem, hogy nyáron is nagyon ment ez a szőrös, bolykos fekvőke. Úgyhogy csak ugye kérdéses eltalálni, mert ugye nem mindegy, hogy mennyire mély az adott fekvőkének az alja, mennyire jön be nekik. Ez a szürke, ez most Bambikának kedvence, mert pont úgy süllyed bele, vagy pont olyan a átmérője, meg a süllyedése, hogy Bambika, hogyha így háton fekszik, a lába is így a levegőben, akkor őt pont így kitámasztja, így pont akkora, mint ő, úgyhogy ezért ekkora kedvenc neki. Most vadászok rá, egy másik fekvőkére, próbálok-e ugyanolyat találni, csak ugye az se baj, ha például a fekvőkének az alja kijár. Tudjátok, van olyan, aminek csak a keret van meg, és a benne lévő párna kivehető, azt nem annyira szeretik, kidobják belőle a párnát. Azt úgy annyira nem, úgyhogy most vadászok egy másikra, vagy sikerüljön egy ugyanolyat találni, de nem könnyű. Úgyhogy majd jó lenne még egyet találni. Ez a pompomos egyébként, biztos láttátok, ami Sisike húzogat a teraszon. Hát ez is vegyes egyébként, így aludni ritkán alszanak benne, viszont játszani nagyon jó vele, még jó, hogy lehet vele játszani. Úgyhogy van, nagyon sok fekvőke van, csak ugye az egyik erre jó, a másik arra jó, ezt azért nem szeretjük, azt azért szeretjük, úgyhogy hát igen, a görénykéknél így van, hogy ha látnátok egyébként a rongyhalmot, a mosatlant meg ugye a mosottat, hogy mennyi van itthon, és ebből mennyit használnak, mennyi a tényleges kedvenc, hát van azért egy kis különbség, szóval ez így a görikékkel együtt jár ez a kattantság. Kutyával jól kijönnek, vagy szerinted együtt kell, hogy felnőjenek picikoruk óta? Fú, ezt egy órával ezelőtt elmondtam. Kölyökkorban semmiféleképpen ne rakd össze kutyával. Egyébként jól összeszoktathatóak más állatkával, a görikétől és a kutyától függ, hogy milyenek, terrierek, vadászkutyák mellé nem ajánlott, mert ugye nekik sákmány a görike, de bármilyen más állatkával jól kijönnek. Ugye függ attól, hogy a görénykéd az milyen lesz, izgága, vagy nyugisabb, vagy mennyire játékosabb, illetve a kutyától, hogy a kutya mennyire lesz türelmes, mennyire fogja eltűrni a görikének ezt a nyughatatlanságát, ezt az állandó játékosságát. De kiskorban, tehát amikor még picike pár hónapos, akkor egyáltalán nem szabad őket összetenni. Hát én szerintem én várnék az ivar érettségig, vagyis hogy hát nem, hogy ivar érett legyen, hanem az ivar érettség meg legyen oldva. Tehát legyen már hormonnal kezelve, legyen lenyugodva az állatka. Ez úgy kb. Egy éves korában van a görikének, és akkor onnantól kezdve szigorúan felügyelet mellett gyönyörűen összeszoktathatóak. Tehát nem probléma egyébként. Társas lények a görénykék, nagyon igénylik a társaságot. Mind az ember, mind a saját fajtásuk, vagy hogyha esetleg nem sikerül, akkor egy másik állat személyében. Igénylik a társaságot, a foglalkozást, attól függetlenül, hogy nagyon sokat alszanak, igénylik tényleg a foglalkozást. Mennem kell, mert mindjárt ébred, nem 7-kor keltek Ildi, 8-kor most már. Ébred a kis banda, gyógyszereket, kaját elő kell készíteni. Nemrég jöttünk haza, igen, azért csatlakoztam később, mint szerettem volna. Jó van, Ildi, tudom, neked szokás szerint menni kell. Puszi nektek is, jó egészséget, kitartást, köszönöm, hogy itt voltál. Puszi, Ildi.
Na, mennyi idő? Igen. Viszont már semmi hangom nincsen, alig bírok beszélni. Úgyhogy ha van még kérdésetek, akkor tegyétek fel. Ha nincs, akkor viszont szépen lassan elköszönnék, mert már nem bírok beszélni. Viszont ugyanúgy tudjátok, én itt vagyok az oldalon, vagyis hogy vagyunk non-stop 024. Mindenkit várok tényleg szeretettel. Bármilyen poszt alá, vagy akár megkerestek személyesen, messengeren, mindenkinek szeretettel válaszolok, segítek bármiben. Ha a görikékről van kérdésetek, vagy görénytartással, vagy ilyesmi, nyugodtan kérdezzetek. Fent vagyunk a YouTube-on, Göriköz szép az élet csatorna, keressetek. Ott nagyon sok lejátszási lista van, van kisgörényes, van felnőtt görényes, tartással, neveléssel kapcsolatosan. Folyamatosan, hát annyira most nem folyamatosan, de csinálgatom a videókat, tehát lesz még, készül még tartalom. Ha esetleg van valamilyen ötletetek, hogy milyen témában csináljak videót, vagy mit beszéljünk ki, akkor azt is írjátok meg nekem. Nagyon-nagyon jó lenne, ha megírnátok tényleg, hogy mi az, ami konkrétan érdekel titeket, és akkor nem én választok témát, hanem ami titeket tényleg konkrétan érdekel. Fent vagyunk az Instagramon is, YourDailyFerrets néven, fent vagyunk a TikTokon is, YourDailyFerrets21. Valaki már elfoglalta a YourDailyFerrets nevet, úgyhogy fent vagyunk a TikTokon is. Nem tudom, egyéb csatornáról nem ismerek, nem tudok. Szóval fent vagyunk mindenhol, keressetek bátran. Ha nincs egyéb kérdés, akkor viszont elbúcsúznék. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Én itt vagyok tényleg az oldalom. Találkozunk holnap is, estére is. Nem tudom, mikor lesz legközelebb egyébként ilyen élő, majd megbeszéljük. A kutya, macska és görény barátság érdekes lehet. Egyébként ugyanolyan, mint bármilyen más állat között. Együtt alszanak így cukin összebújva. Annyi egyébként, hogy a bioritmus más, tudod, a görénykék többet alszanak. Ugye mondjuk ez is egyettől függ, mert például Bambika nem alszik olyan sokat, tehát nála már más téma. Ha nincs egyéb kérdés, akkor viszont most már tényleg elköszönnék. Köszönöm szépen, hogy mindenkinek, hogy itt volt. Remélem, jót beszélgettünk. Ha van még egyéb kérdésetek, akkor tegyétek meg fel majd valamelyik poszt alatt vagy messengerem. Na, hát akkor... Jó éjszakát mindenkinek! Még egyszer köszönöm ezt a sok-sok-sok hozzászólást, és hogy ennyien itt voltatok. Puszi minden régi és új feliratkozónak. Jó éjszakát nektek! És tudjátok, majd még találkozunk. Sziasztok! Puszi!